3D nyomtatott szobrok, figurák, cosplay elemek és mindenféle apróság megrendelésre a 3D Imperium kínálatában. Keressétek őket Instán és weboldalukon, link a leírásban. Szerdán útjára indul kétségkívül az egyik, ha nem a legnépszerűbb Star Wars sorozat, a Mandalóri harmadik évada, mely nem csak Din Djarin és Grogu személyes történetét, de minden bizonyal a Mandalore népének történelmét is tovább továbbírja majd. Ennek a történetnek a nagy része viszont nem a Mandalóriban, és még csak nem is a Boba Fett könyvében lett elmesélve, hanem más, jóval régebbi tartalmakban, ha csak a kánont nézzük, akkor például a klónok háborújában, illetve a lázadókban, de hogyha a legendákat is ide vesszük, akkor az egész történet jóval régebbre nyúlik vissza. Így a mai videóban szeretnék egy ilyen áttekintést nyújtani a Mandalore történelméről, merítve egy kicsit a legendákból, ami a kezdeteket illeti, aminek egy része lehet, hogy a Kánonba is át fog szivárogni, ezért mérvadó lehet, illetve a releváns részeknél pedig áttérve a Kánon eseményeire. Na de nem is húznám tovább az időt, nézzük, kik azok a Mandalóriak. A mandalóriak egy harcos, hódító múlttal rendelkező nép, ami klánokba szerveződik, míg vezetőjüket csak mandalornak nevezik, ami az általában mindig egy jelzőt társítanak. Jellemző rájuk a családközpontúság, mely alatt nem csak a vér szerinti, hanem az adoptált családot is érthetjük. Azokat, akik valamilyen külső kultúrából jellemzően gyerekként kerültek be a mandalóriak közösségébe, foundlingnak, avagy magyar fordításban lelencnek szokás nevezni. Ilyen például Din Jarin, Grogu vagy Django Fett is. A legendák szerint a Mandalor első lakói a tangok voltak. Ezek a két lábon járó, megnyúlt arcszerkezettel rendelkező idegenek eredetileg a koruszánt őslakosai voltak, ám amikor a köztársaság megvetette lábát a bolygón és megtette az saját központjának, a tangokat elkergették innen. A lények ezután telepedtek le azon a bolygón, amit ők maguk mandájáimnak neveztek el, az utókor viszont Mandalor néven ismeri, majd számos környező csillagrendszert meghódítottak. Az elfoglalt világok lakóinak két lehetőségük volt: vagy beállnak a Mandaloriak közé, vagy szolgálni fogják őket. A legtöbben az első opciót választották, így hamarosan megszűnt a tangok kizárólagossága a mandalóriak sorában, hiszen számos különböző fajba tartozó lény is csatlakozott közéjük, míg ők maguk idővel kifejezetten háttérbe szorultak. A mandalóri harmadik évadának teljes értékű előzetesében látható egy jelenet, melyben Grogu az erő segítségével hátradök egy furcsa, majomszerű lényt nagy valószínűséggel a mandalóran. Személyes véleményem szerint meg lehet, hogy egy tangról van szó, és az új szezonban a nép távolabbi történetébe is betekintést nyerhetünk majd, de ez csak egy elmélet a részemről, abszolút nem kell készpénznek venni. Hadjárataik során a mandalóriak számos alkalommal összetűzésbe keveredtek a Jedikkel, így haditechnikájuk jelentős részét kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy fel tudják venni a harcot az erőhasználóival. Erre a legjobb példa a különleges mandalúri fémből az úgynevezett Beskárból készült páncélzat, mely még egy fénykarnak is képes ellenállni. A kánonban és a legendákban is számos különböző mandalóri klán van, melyek a rájuk vonatkozó szabályokat is különféleképpen értelmezi. Erre jó példa lehet az úgynevezett őrség gyermekei nevű csoportosulás, vagy amolyan szekta is, melyben a mandalóri főszereplője Din Djarin is tartozik. Ők a mandalor legősibb útját követik, így egyebek között tilos számukra mások előtt levenni a sisakjukat. Ám ez nem jellemző minden mandalória, ahogy ezt a sorozatban is láthattuk. Ahogyan nem említettem, a mandalóriak számos háborút vívtak a Jedik és a köztársaság ellen, erre a kánonban is vannak említések. Az egyik legjellezetesebb ilyen háború a legendák idővonalán az úgynevezett mandalóri háború, mely a Javini csata, tehát az egy új remény eseményei előtt körülbelül 4000 évvel történt. Ekkor az éppen rejtőzködésben élő szintbirodalom uralkodója egy bizonyos Darth Visiét felkereste a Mandaloriak aktuális vezetőjét, aki a Mandalor a végső nevet viselte, és az erő segítségével rávette, indítson háborút a köztársaság ellen. Visiét császárnak ezzel az volt a célja, hogy egy felteltőleg elhúzódó háborúban meggyengítse a Jedik által szolgált köztársaságot, így tökéletes lehetőséget biztosítson saját támadására és a galaxis feletti uralom megszerzésére. A Jedi tanács ugyanakkor úgy döntött, nem lenne bölcs dolog beleavatkozni a háború menetébe, mert a köztársaság ekkoriban rendelkezett saját hadsereggel, és ez nem az ő dolguk volt. Néhányan közülük viszont a hatalmas veszteségeket látva úgy gondolták, segíteniük kell a köztársasági csapatoknak. Ezen Jedik végül a tanács akaratának ellenszegülve csatlakoztak a háborúhoz, élükre pedig a később Reven néven ismert mester állt. Reven és a szövetségesei a Malakor bolygónál vívták végső összecsapásukat a mandalóriakkal, ahol a férfi saját kezülek végzett mandalóra végsővel, egy puszító szuperfegyver, a tömegárnyék generátor segítségével pedig minden bolygón tartózkodó csapatot megsemmisítettek, ideértve a köztársasági egységek jelentős részét is. A mandalóriak ezáltal vereséget szenvedtek, a klánok pedig szétszóródtak és rejtőzködésre kényszerültek. Csak úgy, mint a történelem során később, a mandalóri sorozat elején is, de erre majd még később térünk vissza. A bújdosó mandalóriak élére végül Mandalor a megőrző állt, aki megkezdte a közösség újraszervezését. Ez az a pont, ahol szerintem érdemes áttérni a kánon történelemre, mert az ezutáni események már az új idővonalon is többé-kevésbé ismertek, és meglehetősen elkülönülnek a legendáktól. A Jávini csata előtt valamivel több mint ezer évvel, a konfliktusokkal tarkított múltjuktól eltekintve, a Jedik maguk közé fogadtak egy erőre fogékony mandalórit, Tár Vizlát. Vizla egy különleges fénykardot épített magának, melynek pengéje szabja alakú és fekete színű volt. Ezt a fegyvert úgy nevezték a sötét kard. Tár halála után a Jedik a sötét kardot elzárták a koruszánti Jedi templomban. A régi köztársaság korának utolsó nagy csatájában a mandalóriak a vízlaklán vezetésével, jó eséllyel ismét szövetségre lépve a szitekkel elrabolták a fegyvert, ami ezután a mandalóri egység szimbólumává vált, mivel a klánok közös erőfeszítést tettek ebben a nagy akcióban. A bolygó és közösségének vezetésére ezután az volt méltó, aki harcban elnyerte azt annak előző tulajdonosától, viszont generációkon át a vízlaklán tulajdonában maradt. A következő évezred alatt vívott számos háború révén a Mandalor felszíne csúnyán megtépázódott, ökoszisztémája a pusztulás szélére sodródott. Ennek következtében egyre többen érezték úgy, hogy ideje lenne hátrahagyni a régi berendezkedést és új alapokra helyezni a társadalmat. Ezt a csoportosulást úgy nevezték az Új Mandalúriak, élükre pedig a klán legidősebb lánya, Satin krízált, aki származása szerint a Mandalúri szektorba tartozó Kalevala bolygó grófnője volt. Ugyanakkor rengetegen voltak, akik meg akarták őrizni a nép hagyományait, harcias kultúráját, a két csoport között pedig polgárháború robbant ki. Ahogy az erőszakos háború egyre fokozódott, az új mandalóriak külső támogatásra találtak a köztársaság részéről. A köztársasági vezetés felismerte az ifjú kríz aktivizmusának és helyi vezetői szerepének fontosságát a béke kivívásában, így úgy döntöttek, hogy beavatkoznak a háborúba. Így a Jedi Tanács elküldte Jimmestert és tanítványát, Obiván Kenobit, hogy megvédjék a grófnőt az ellenségeitől. A küldetés alatt a két fiatal között gyengéd érzelmek is kialakultak, ám ez végül nem válhatott komolyabb kapcsolattá a hivatásaik miatt. A polgárháborúban a Mandalor már eleve megtépázott felszíne kopár pusztasággá változott, a korábbi főváros Kel'dábe megsemmisült, az élet ezután pedig már csak hermetikusan lezárt, búrák alatti városokban volt lehetséges. Ilyen egyebek között az új főváros, Sanderi városa is, melyet a klónok háborújában, illetve a lázadókban többször láthattunk, de a mandalóri visszaemlékezéseiben is felbukkant már. A konfliktus az új mandalóriak győzelmével zárult, a bolygó pedig aféle alkotmányos monarchiává alakult élén szatinnal, a Mandalor függetlenségét számos köztársasággal kötött egyezmény garantálta, a régi utat pedig felváltotta egy békeszerető, pacifista megközelítés. Ugyanakkor a hagyományokat visszahozni kívánók sem tűntek el teljesen. Privizla, a Mandalor Concordia nevű holdjának kormányzója titokban újjászervezte erőiket. Így alakult ki a halálőrség csoportosulása, akik a következő két évtizedben azt tervezgették, hogyan pucsolhatják meg Satin kormányzatát, ezzel átvéve a hatalmat a bolygó felett. Hozzájuk csatlakozott egyébként Satin saját huga, Bó is, akivel szintén találkozhattunk a sorozatban. A halálőrségnek a tervét végül a visszatérő Mollal szövetségre lépve lehetősége megvalósítani. Az egykori szit az őt megcsonkító kenobi akart bosszút állni, a férfi szerelme, Satin által, ezért volt szüksége a Mandalor feletti uralomra. Tervébe a halálőrségen felül beavatott két bűnszervezetet, a Pike szindikátust és a Fekete Napot is, az így létrejött szövetséget pedig Árnyék kollektívának nevezte el. A terv roppant egyszerű volt, a pálykok és a fekete nap megtámadták Sanderit, Privizla és szervezete pedig a felmentő sereg szerepében tetszelekhetett, így a nép is bizalmukba fogadta őket. Ám a hatalomátvétel után Mól és Vizla egymás ellen fordultak. Az ábrák párbajban elnyerte a halálőrség vezetőjétől a sötét kardot, mely generációk óta családjának birtokában volt. Ez egy törést hozott a halálőrségen belül. A szervezet egy része elfogadta molt, mint a bolygó törvényes uralkodója, míg a másik fele, Satin Hugának, Bókatának a vezetésével nem volt hajlandó behódolni egy kívülállónak. Mivel az eredeti elképzelés csúfos kudarccal zárult, Bókatán Obivához fordult, akiről tudta, hogy szoros kapocsfűzi nővéréhez így bizonyára segíteni fog, hogy visszaszerezze az irányítást a bolygó felett. Molnak viszont pontosan ez volt a terve. Tudta, hogy Satinnal obi a bolygóra lehet csalni, és mikor Kenobi megérkezett, a szeme láttára ölte meg a grófnőt, hogy ezzel fájdalmat okozzon a mesternek. Világossá vált hát, hogy Bóketen nem lesz képes egyedül félreállítani Molt és a követőit, így büszkeségét félretéve a köztársasághoz fordult segítségért. Ők eleinte nem akartak segíteni, lévén a polgárháborúban lefektetett békeszerződések nem tették lehetővé azt, hogy beavatkozzanak a bandalor belügyeibe, de végül sikerült egyességre jutni. A klónhadsereg és az közreműködésével végül sikerült elfogni Molt és eltávolítani őt pozíciójából, a bolygó éléről, ám a felszabadító köztársasági erők hamarosan megszállóká váltak, mikor a kormányzat átalakult galaktikus birodalommá. A Mandaló Rostroma után a köztársaság Molt a Coruscantra szállítatta, ám időközben kiadták a 66-os parancsot, mely a zábrákra is vonatkozott, lévén aféle rivális volt Pálpatin számára. Habár szorult helyzetbe került, sikerült meglógnia, a Sötét Kart pedig továbbra is az ő birtokában maradt, így a Mandalóriak tényleges, jogos vezető nélkül maradtak, aki az élükre állhatna. A birodalom eleinte nem tartotta közvetlen fennhatósága alatt a bolygót, helyette megbízott egy csoportnyi elég rugalmas gerincsel bíró mandót, hogy afféle helytartók legyenek. Ők voltak az úgynevezett birodalmi szuperkommandósok, élükön pedig az a állt, aki annak idején egyike volt azoknak a mandóknak, akik elsők között hódoltak be Molnak is. A vízlaklán egyik mellékágából, a Vren családból származott egy Szabin Vren nevű lány, aki akaratán kívül létrehozott egy olyan fegyvert, melyet végül saját népe ellen használhatott a birodalom. Az ifjú, amolyan megmutatom én, hogy mit tudok jellegű kamaszlázadásként, megalkotott egy olyan eszközt, mely egy energianyalábot bocsátott ki, amit különböző fémekhez való vonzódásra lehetett bekalibrálni. Naivitásában nem gondolta át, hogy a birodalom ezt a beszkár ellen is fel tudja majd használni, ezáltal a mandók ellen, mikor pedig erre rájött, Legjobb tudomása szerint megsemmisítette mind a prototípust, mind a tervrajzot. Nem sokkal ezután a lány be is állt a lázadók közé, hogy harcoljon az ellen a rezsim ellen, mely fiatalságából eredő tapasztalatlanságát arra használta, hogy saját népének pusztulását okozza. A Főnix csoport nevű lázadó csapat tagjaként a Datomiron összeakadt a rejtőzködő mollal, és visszaszerezte tőle a sötét karot. Miután megvívott Saxonnal, ezáltal a törvények értelmében letaszította őt a bolygó éléről, a kardot Bókatának ajándékozta, akinek hívására a klánok újra egyesültek, hogy felvegyék a harcot a birodalommal szemben. A harc nehézkesen indult, ugyanis mint kiderült, a birodalom Szabin egy másolata alapján újraalkotta a mandalóriak elleni tökéletes fegyvert. Miután viszont ezt is sikerült megsemmisíteni, fényesebbek voltak már a kilátások. Mindaddig, még meg nem érkezett a Giancarlo Esposito által alakított Gideon Moff. Gideon Moff a birodalmi biztonsági iroda egy magas rangú, könyörtelen tisztviselője volt. Ő kapta azt a megbízást, hogy verje le a mandalóriak ellenállását és tegyen róla, hogy többé ne keljenek fel a padlóról. Az általa elrendelt szőnyegbombázásokban a bolygó felszíne gyakorlatilag üveggé változott, minden város megsemmisült és milliók pusztultak el. Gideon megszerezte a sötét kardot is, megszégyenítve annak jelentőségét, a klánok pedig ismét szétszélettek és rejtőzködésre kényszerültek, ahogyan az a múltban a Mandalori háború után is történt. Ez az esemény később úgy híresült el az ezer könny Szakája, mert a Mandalori sorozatban is többször említettek, a Bukov Boba Fettben pedig egy visszaemlékezést is láthattunk róla. Habár a Mandalorian történelmük talán egyik legsúlyosabb vereségét szenvedték Bókatán vezetése alatt, ő maga ezután sem tétlenkedett. Egy kisebb létszámú csapatot gyűjtött maga köré, és megpróbálta felkutatni Gideon Moffot, hogy megölje és visszaszerezze tőle a sötét kardot. Küldetése alatt keresztze az útját a sorozat főszereplője, Dean Jarin is, aki egy más jellegű konfliktusba keveredett Gideonnal, a férfi egy tudományos kísérlethez meg akarta szerezni Grogut, a Jarin közvetlen védelme alatt álló lelencet. Mikor a Moff elrabolta a gyermeket, Jarinnak pedig sikerült kideríteni a pontos tartózkodási helyét, Bókatán segítségét kérte a mentő akcióhoz, aki így hőnáhított célpontját is megkaparinthatta volna. Ám Gideon végül Dean győzte le párbajban, és a sötét kard is az ő birtokába került, anélkül, hogy tudta volna, mi az egyáltalán, hiszen ő egy másik csoportnak, egy másik szektának a tagja, aki nem igazán tiszteli ezt a fajta dolgot. Ezáltal egy érdekes személyes konfliktus alakult ki. Jarin nem tart igényt a kardra, nem óhajt a Mandalor vezető évé válni, Bóketen viszont a múltbeli események miatt nem akarja még egyszer harc nélkül elfogadni azt. Kettejük viszonyának alakulása az előzetes alapján bizonyára egy központi eleme lesz a sorozat harmadik évadának, mi alatt a furcsa páros megpróbálja összeboronálni a klánokat, hogy újra felvirágoztassák otthonukat. Jarin ezen felül személyes küldetése is visszahívja a Mandalorra, hiszen jóvá kell tenni, azt, hogy a klánja által igazútnak vélt törvényt megszegve levette sisakját mások előtt, mikor erre volt szükség Grogu kiszabadításához. A jövő tehát számos érdekes konfliktus tartogat, akár belső, akár karakterek közötti ellentétről legyen szó. Annyi bizonyos, hogy a Mandalorian harmadik szezonja rengeteg érdekes témát bontszolgathat, mely egyúttal a Star Wars univerzum kétségkívül egyik legmenőbb népének történelmét is tovább bírja majd. Mielőtt elköszönnék, fontosnak érzem megemlíteni, hogy a videó alapjául egy általam írt cikk szolgált, mely a widescreen nevű portálon lett publikálva, szóval ha esetleg szeretnétek írásosan is látni ezt az egész történetet, hogyha esetleg úgy egy kicsit jobban átlátnátok, esetleg megosztanátok valaki mással is ismerősötökkel, aki szereti a sorozatot, de ilyen mélységében nincs tisztában a dolgokkal, akkor mindenképpen látogassatok el oda is, a linket pedig megtaláltok hozzá a leírásban. Azonban ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek volna meg. Ezen felül kövessetek Facebookon, Instán és TikTokon, illetve csatlakozzatok a csatorna hivatalos Discord szerveréhez, hogy ne maradjatok le semmilyen érdekes újdonságról. Ha pedig szeretnétek támogatni a munkámat, akkor a szuper köszönettel, illetve a csatornatagsággal csupán havi 400 forintért ezt is megteltitek. Sziasztok! Az erő legyen veletek! 嗯嗯嗯